Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A kormány több ezer ember csempészt enged szabadon, csak a Mi Hazánk tiltakozik, tette közzé a párt közösségi oldalán. Közel egy évtized munkája mehet kárba, ha a kormány helyhiányra hivatkozva szabadon enged több ezer ember csempészt. A Páti Istvánt kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, miről is van szó? Arról van szó, hogy a kormány a május 1-i hosszú hétvége leple alatt, illetve azt megelőző csütörtökön kiadta a 148/2023-as számú kormány rendeletét, amelyben nagyon finoman, cizelláltan egy komoly büntetőjogi szabályozás láthat köntösébe bújtatva, gyakorlatilag arról rendelkezett, hogy egy gyakorlatilag ellenőrizhetetlen, reintegrációs, külföldön végrehajtandó reintegrációs őrizet alatt szabadon bocsát, először majd 700, de összesen 2600 olyan szemét, akiket embercsempészés büntette, vagy embercsempészés előkészületének büntette miatt ítéltek el jogerősen. Aztán ugye május 2-án benyújtanak egy olyan saláta törvényjavaslatot, amelyben többek között rendelkeznek a büntetőjogi szabályok módosítása kapcsán a külföldön végrehajtandó, vagy pontosabban a Magyarországon kiszabott, de végrehajtása külföldre áthatott szabadságvesztések kérdéséről. Magyarán mondva megtalálták május 2-án azt a megoldást, amely április 27-én még nem jutott eszükbe. Na most nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy helyhiány és pénzhiány miatt 2600 embercsempész szabadon engednek, és szeretném benezni, hogy semmilyen limit nincs, semmilyen korlát, tehát sem az években kiszabott szabadságvesztés büntetés mértékében, sem abban, hogy mondjuk legalább a visszaesőket, vagy a különös és többszörös visszaesőket bent tartanák a magyar fegyintézetekben. Amit nagy nehezen összehoztak, nagyon keményen megdolgoztak érte mondjuk a határőrök, vagy határőrként dolgozó rendőreink, honvédeink, aztán az ilyen ügyekben nyomozó rendőrök, ügyészek és bírák, azt a kormány egyetlen tolvonással totálisan tönkretette, és innentől kezdve sajnos nevetségtárgyát képezi a magyar büntetőigazság szolgáltatásnak ez a része, sőt egyébként megjegyzem, hogy a magyar kormány és a magyar parlament is, hiszen 2600 ember ráengednek Európára. Papíron ugye arról van szó, hogy ezek az embercsempészek 72 órán belül el kell, hogy hagyják az országot, és aztán vagy a tartózkodási hely, vagy a származási hely szerint országba vissza kell menniük, de ott gyakorlatilag semmilyen hatóság nem ellenőrzi, hogy az úgynevezett reintegrációs őrizet szabályait azt majd betartják-e vagy sem. Egyértelmű, hogy nem fogják betartani, hanem arról van szó, hogy egy ilyen ellenőrizhetetlen szabályozatlan reintegrációs őrizet őrbe alatt teljes szabad lábat élveznek. És itt rendszerint azért olyan bűnözőkről van szó, akik azért nem első bálozó, megtévedt első büntényes elkövetők, hanem úgymond hivatásos bűnözők. Ne. Itt azért álljunk meg, mert amit a differenciálásról emlegetett, még ha nem is ezt a szót használta, azt én jól értem, mert hogy vannak effektíve embercsempészek, akik abból húznak pénzt, hogy más emberek nyomorát kihasználva, gyakorlatilag mindenüket elvéve vállalják azt, hogy mondjuk Szíriából Gelsenkirchenig, de legalábbis valamilyen uniós határig szállítják őket. Viszont számomra ez azt is jelenti, hogy a magyar jognak a kampány célból bevezetett intézkedéseknek a csődjét ismerik be, hogy olyan mértékig kiterjesztve alkalmazzák a Magyarországon az embercsempészetre vonatkozó jogszabályokat, hogy abba beleférjen az is, aki mondjuk a családját menekíti, mert hát számtalan esetben tudunk olyanról, hogy ilyeneket ítéltek el. Hát ugye itt a jelenlegű belső arányokról nem ismerünk konkrét számokat, én azért azt feltételezem, hogy okkal gondolhatjuk, hogy döntő többségében azért, vagy túlnyomó többségében hivatásos bűnözők, bűnbandák erre a célra. Én nem gondolom ezt okkal. Én többször tudósítottam a határól, láttam, hogy ott hogyan járnak el a magyar szervek, láttam, hogy kikkel szemben. Én ezt nem gondolom okkal, ne haragudjon. Tehát, hogy ott vannak olyanok, akik tényleg a pereputyit a hátán
családapák próbálják menekíteni a feleségüket, gyermekeiket, őket leválasztják róluk, aztán a gyerek meg az asszony Isten hírével menjen valahol át Nyugat-Európába. Szóval nem feltétlenül fekete üves bűnözőkről van itt szó, bár az kétségtelenül ismeri, hogy olyanokról is lehet. Szerkesztőr, azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy amikor ilyen szolidan próbáljuk ezt megítélni, nyilván van egy bizonyos elkövetői kör abból a rétegből, amelyet ön az előbb említett. Én azonban meg azt gondolom, hogy nem ez a többség. Odáig jutottunk, nézze meg a hétvégén az internetre felkerült felvételeket, hogy most már életkioltására alkalmas vas vagy acélcsöveket állítanak bele a magyar rendőrség autóinak motorházába, vagy éppen első szélvédőjébe. Az isteni gondviselésem múlott, hogy valamelyik rendőrünk vagy katonánk nem halt meg. Sorozat lövése alkalmas éreszlőfegyverekkel garázdálkodnak ott, elvileg a családjukat menekítő idézőbetéve békés migránsok. Itt arról van szó, hogy sok éven keresztül nem csinálta a kormányzat semmit, illetve nem hajtotta végre a saját elképzeléseit. Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy 6-7 évvel ezelőtt beígérték 9 vegyintézet megépítését, ebből egy sem épült meg eddig. Talán most az egyetlen még állva maradt elképzelés a Csengeri vegyintézet, a 9-ből egy megépülhet, legjobb esetben mondjuk jövő év végére. Nyilvánvalóan egy túlnyomás a rendszeren, de hát akkor sem az a megoldás, hogy gyakorlatilag teljes szabad lábot biztosítunk ezeknek az elkövetőknek, mert kérdezem, hogy hol lesz ennek a vége. Az embercsempészéssel, a globális méretekben szervezett népvándorlással, vagy népvándortatással összefüggésben megjelenhetnek más bűncselekmények, például kábítószerkereskedelmi jellegű bűncselekmények. Akkor, hogyha magyar börtönök túlfoltak lesznek, a következő kormányrendeletben egyik napról a másikra egy tolvonással majd a kábítószercsempészet miatt elítélt elkövetőket is szabadon fogják igeni, csak azért, mert nem tudják megoldani a fogvatartásukat. Hát amikor itt fegyintézeteket kellett volna építeni mondjuk az elmúlt évtizedben, vagy át lehetne adni, tehát van erre meg törvényes megoldás, át lehetne adni akár a rövidebb, akár a hosszabb tartalmú szabadságvesztés végrehajtását, magának a büntetésnek a végrehajtása a külföldi államoknak, akkor miért nem ezeket a megoldásokat alkalmazzák? Vagy el lehetne... Ez a bérlaktartás, amire ön utal? Nem feltétlenül, hadd pontosítsak, tehát az a Mi Hazánk programjában régóta szereplő kitétel, egyébként ez lehet az egyik megoldás, de régóta ismeri valamennyi európai ország büntetőjog azt is, amikor bérlaktartással vagy anélkül átadják az ismert tartózkodási hely, utolsó állandó lakóhely, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor mondjuk a származása hely szerinti ország büntetés végrehajtás intézetének, magyarul börtönének vagy fegyházának a büntetés végrehajtásán. A bérlaktartás az egy következő lépés, amelyen egyébként érdemes lenne akár ennél veszélyesebb bűnelkövetői kör vonatkozásában is elgondolkodni, hiszen az elrettentő és az átnevelő hatás az új értelmezést nyerhetne, és talán többen térnének ki útra, és többen vinnék a saját közösségükbe annak hírét, hogy nem érdemes bűnözni, nem érdemes börtönbe kerülni, hiszen ott olyan körülmények várják az elkövetőket, amelyből minden normális ember, vagy akár túlzsúfoltságnál a börtönökben lehet rosszabb körülmény, mint ami jelen pillanatban Magyarországon van. Van 20 ezer elítéltünk, és ide-oda kell szállítani őket is az országban, mert hát nem biztos, hogy a magyar állam ilyen jellegű gondoskodását azt tudják produkálni. No de, szerintem erről egyébként, ahogy ön mondta, erről lehet vitatkozni, és én vitatkoznék is önnel, csak az a helyzet, hogy jönnek a hírek.